Csak úgy, mint a tavaly évben, idén is tojásdíszbe öltöztették a maroshegyi fákat a Gárdonyi Géza művelődési ház munkatársai. Tojások lengedeznek a Szilvamagnál, a Battyány utcában található orvosi rendelőnél, de még a művelődési ház előtt is a fákon. Tavaly Maroshegy képviselőjével, Brájer Évával közösen kezdeményezték, hogy színes tojások kerüljenek a fákra húsvét idején. Az akció pedig olyan örömteli fogadtatásra talált, hogy úgy döntöttek, idén is feldíszítik Maroshegy egy részét. Idén egy kis játékkal is összekötötték az akciót, a művelődési ház elé ugyanis bárki hozhat, akár saját kezűleg készített tojásokat is egészen húsvétig, cserébe pedig választhat magának egy ajándékot a fa alatt található kincses ládából. A Gárdonyi Géza művelődési ház előtti tojásfára lehet hozni tojásokat, kézzel készített saját tojásokat is. Az a kérésünk, hogy az időjárásnak ellenálló legyen a tojás, lehet hungarocellből, műanyagból, bármilyen egyéb technikával készült, és a fa alatt pedig található egy kincses láda, ahol olvasnivalót vihetnek magukkal, színezőt, karkötőt, CD-ket az ide látogatók. Ez pedig már a Liszt Ferenc utca. Az itt található ivókút most még így néz ki, ám jövő hét kedde tojáskúttá alakul majd át. A Fehérvári Polgárok Egyesülete ugyanis a két évig tartó pandémia után idén 8. alkalommal díszíti tojáskúttá a Liszt Ferenc utcai koronáskutat. A volt elnökünk, Ujjás Oldál Tamás látta Németországban, vagy ollozta valahonnan ezt az ötletet, és akkor ők első ízre megcsinálták, utána én most már 8. megcsinálom, és mint elnökként, és az egyesületünk tagjai nagy örömmel díszítik fel ezt a Liszt Ferenc utcai koronás kutat, és utána kiszoktunk menni nézni, látjuk azt, hogy járnak ki oldás csoportok, iskolás csoportok, idősebb nénik gyerek unokával, egész családok, és nagyon nagy mosolyokkal fogdozzák, nézegetik, és nem törik össze a tojásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez most már ilyen, hogy mondjam, hagyomány, mert az lett. Az ünnepi díszbe öltöztetett kutat április 12-én kedden délután 13:30-kor avatják fel ünnepélyes keretek között gyermekműsorral és népzenével. A programra várnak mindenkit szeretettel.